Álomszerű rajta lepte meg közönségét a veszprémi női kézilabda csapat. Tóth Gabi talpról küldött alsó lövései és Planeta Simonetta átlövései ellen nem volt orvossága a Siófokiaknak. Ráadásul Szemerei nagyon jó százalékban fogott a hazai kapuban, így pillanatok alatt 3-4 góllal elhúztak a kékmezesek. A Siófok próbálta rendezni a sorokat, de ez csak rövid ideig sikerült. 20 perc után így már 14-7 volt az állás, kevesen gondolták volna, hogy akár baj is lehet. A Siófok azonban nyitott a védekezésén, és ezután percekig nem tudták bevenni a hazaiak futaki kapuját. Támadásban azonban ekkor még nem voltak hatékonyak, így jelentősen nem csökkent a hátrányuk. Tóth Eszter góljaival tartotta a lelket Veszprémben a második félidő elején, de aztán a rövidebb kispad kiütközött. A cserék nem tudták ugyanazt a játékot hozzátenni, így percről percre olvadt az előny. A feketék végig megmaradtak a 4-2-es védekezésnél, amivel arra kényszerítették a házigazdát, hogy lehetőleg szélről fejezzék be a támadásokat, onnan viszont nem voltak hatékonyak a veszprémiek. 8 perccel a vége előtt így utolérte a Siófok ellenfelét, majd percekkel később már előnybe is került. A hajrában a vendégeknek már minden sikerült. Hiába tett meg mindent a győzelemért a Veszprém, a Siófok taktikus játékkal legyőzte a hazaiakat. A végeredmény 29-32. Az ellenfél edzője kiválóan fölismerte, hogy hol vannak a gyenge pontjaink. Ugye ez a 4-2-es védekezésnek a befejezési lehetősége a szélső pozíciókban van. Hát ugye a jobb szélső játékunk az legendásan gyenge. Ez az idei évben se nagyon változott. Hát ide vagy játékos kell igazolni, vagy pedig hát ezt a posztot valamilyen szinten munkával megerősíteni. Váltani kellett valamit, hogy tudjuk visszajönni a mérkőzésbe. Mondom, nagyon vacilláltam, hogy mit is az, és azt a 4-2 jelleggel sikerült zavarni a veszprémieket, és igazából amikor még helyzetbe is kerültek, akkor rosszul fejeztek be. Mondom, azzal sikerült visszanyerni a hitünk, hogy tudjuk itt valamit, vagy egy pontot, vagy két pontot szerezni. A Siófok első győzelmét szerezte meg a szezonban, így pontszámban beérte a veszprémieket.